Köszöntöm nézőinket! Önök a Hírhozó legújabb adását látják március 18-án. Új épülettel bővül a bölcsőde, így nő a befogadó képesség is. Hajdúszoboszló a Békéig segít a menekülteknek. Kártyajáték, személyes élményekkel. Egyebek mellett ezekkel a témákkal is jövünk. Tartsanak velünk, hamarosan kezdünk! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicső emléke előtt tisztelegtek az egybegyűltek a hagyományok szerint március 15-én a városi ünnepségen. A megemlékezés a református templomban Cető Norbert lelkész ige hirdetésével kezdődött, majd a városháza előtti téren folytatódott. Ünnepi beszédében Ceglédi Gyula polgármester rámutatott, hogy a 147 évvel ezelőtti eszmék ma is mennyire időszerűek. Együtt énekelték el a székely és a magyar himnuszt is a református templomban az ünnepi istentiszteleten. Cető Norbert református lelkész az ige hirdetésén a múlt, majd a jelen párhuzamába állította Káléb, a bibliai honfoglalás előkészítője és Otniél jellemességét, és ezzel együtt útmutatót adott a nemzet a városi közösség jövőjére. Előttünk van tehát egy jelképes történet. Káléb a maga bátor, helytálló, hitvalló habitusával és a jövő generációja ott Otniélben egyesülve, amely egy sajátos konstellációval mutatta meg, hogy mit jelent a haza és az otthon függetlenségét. Ha kell, akkor a saját áldozatvállalásunkkal is kivívni. Ma is szükség van erre, kedves testvérek. Nem feltétlenül kardot kell rántani, de lehet úgy élni, úgy gondolkodni hazában, családban, nemzetben, gyülekezetiségben és valamennyi közösségben, hogy az méltó legyen az ősök hagyatékához, és őrizzük azokat az áldozatokat is, amelyeket egykor értünk hoztak, és amelyekből mi élhetünk, és amelyet tovább vihetünk. Gyönyörű tavaszi nemzeti ünnepünkön nagyon sokan összegyűltek. Ceglédi Gyula polgármester 1848. március 15-ét a forradalom napját legszebb nemzeti ünnepünknek, nemzeti identitásunk szimbólumának nevezte. Emlékeztetett arra, hogy a forradalom győzelmének köszönhetően született meg a modern parlamentáris Magyarország. Megkezdődhetett a polgári fejlődés. Az események rövid felidézése után felhívta a figyelmet, hogy a hajdúk is szép számmal küzdöttek a szabadságharcban. Külön megemlékezett a lenkei században harcoló Harsányi Bálintról. Őrmesteri rangban szolgált Galíciában a szoboszlói születésű Harsányi Bálint. Itt értesült a készülő 48-as forradalomról és kezdeményezésére a nagyobb részt hajdúsági huszárokból álló 131 fős alakulat teljes felszereléssel hazaszökött a forradalom védelmére. Harsányi Bálint a Rákosmezei ütközetben április 11-én halálos sebet kapott, katonái Isaszegen temették el. Dicső emlékét máig tisztelettel őrizzük. Magyarország mindig a keleti és nyugati birodalmak ütközőpontja volt, mutatott rá az ünnepség szónoka. Európa ma identitásválsággal, világnézeti, értékrendi vitákkal küzd, mondta. 1848. március idusának titkaként ugyanakkor a nemzeti egységet jelölte meg, a forradalom legfontosabb üzeneteként pedig az összefogás szükségességét. Beszéde befejező részében Hajdúszoboszlóról szólt.
Óriási értéke városunk közéletének, hogy itt Hajdúszoboszlón tudunk együtt ünnepelni. Egyet tudunk érteni a városunkat érintő legfontosabb kérdésekben, úgy, mint a lakosság életminőségének javítása, a turizmus fejlesztése, más iparágak fejlődésének segítése, közösségek építése, a különbözőképpen gondolkodó, de városunkért tenni kész civilek és az egyházak értékteremtése. A hétköznapi küzdelmek, szócsaták fölött mindig lenni kell egy közös célnak. A magyar nép egy szabad, független országban élhessen. Nekünk pedig itt Hajdúszoboszlón az a célunk, nekem polgármesterként hitvallásom, hogy a lakosság minél jobb körülmények között élhessen, teljes értékű, lelki békében, boldogan, egy folyamatosan szépülő, fejlődő városban. Befejezésül Kölcsey szavaival élve, a haza mindenek előtt, nekünk pedig Szoboszló az első. Fiatalok a Hajdúszoboszlói Hűgyes Endre Gimnázium tanulóinak színvonalas műsorát láthatta a továbbiakban az ünneplő közönség. Miért kérdezed? Mi vár még rád? Tudod, hinni kell, hogy van remény, bár nincsenek csodák. A március 15-i ünnepély koszorúzással zárult. Először a Városháza falán lévő Petőfi emléktáblánál, majd a Harsányi Bálint városházával szemben álló emlékművénél. Végül a Kossuth Lajost vendégül látó Fogtői János egykori házának helyén lévő épület falán található Kossuth emléktáblánál rótták le kegyeletüket. Az önkormányzat nevében Ceglédi Gyula polgármester és Mester József az önkormányzat kulturális nevelési és sportbizottságának elnöke, továbbá a különböző intézmények, szervezetek, pártok, civil szervezetek képviselői. Az új épületnek köszönhetően 116-ra emelkedik a befogadó képessége a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget bölcsődének. A 100%-os állami támogatással bővülő intézmény a tervek szerint januárban nyithatja meg a kapuit újabb 26 gyermek előtt. A város felkészült arra, hogy az intézmény működését a megemelkedett létszám után is maximálisan támogassa. Sóderkupac, kilógó, vasdarabok, munkagépek és a bölcsőde alapjai a Rákóczi utcán. Így néz ki most a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget bölcsőde fejlesztése. Az alapok már a helyükön, a látványosabb munkák is hamarosan kezdődnek. Ez az év azonban több szempontból is meghatározó az intézmény életében. 2022 egy nagyon különleges év számunkra. Idén, május 1-én lesz éppen 70 éve, hogy városunkban a bölcsöde megnyitotta kapuit a kisgyermekek előtt. Kezdetben egy családi házból átalakított épületben működött a 20 férőhelyes intézmény, melyet az egyre nagyobb érdeklődésre való tekintettel folyamatosan bővíteni kellett. Most 7 csoportban 90 gyermeket fogadnak.
viszont a szülők részéről egyre nagyobb az igény ennek a bővítésére. Mind a két csoport 50 négyzetméteres lesz, ami a viszonylag nagy csoportszobának számít, és közvetlen kert kapcsolata lesz terasszal, tehát ebből a szempontból kicsit komfortosabb is lesz, mint a jelenlegi bölcsödénk. Kiszolgáló helyiségek lesznek még, öltöző, teakonyha, illetve a székhelyi intézményben van a főzőkonyhánk, és ebben az épületben tálalókonyha lesz. Ezen felül mozgáskorlátozott WC, irodák kapnak helyet ebben az intézményben. A bővülés és az új intézmény megépítésének a költségeit 100%-ban az állam biztosítja. A pályázatnak köszönhetően így a több mint 300 millió forintos beruházás a városnak egyetlen forintjába sem kerül. Kisebb-nagyobb települések fontosnak vélik, hogy gondoskodni tudjanak a gyermekekről, mert ez a lakosság igénye. Ez az igény, hiszen látható, hogy itt vidéken egyre több család mer gyermeket vállalni, az is látható, hogy a munkahelyek száma gyarapszik, a gyermekekről pedig napközben bizony gondoskodni kell. Gondoskodni kell a bölcsődében, óvodában, iskolában, tudjuk ezt mindannyian, hiszen családanyák, családapák vagyunk, ismeretségi körünkben. Nagyon sokszor beszélgetési téma ez, hogy hogyan és miképpen indul egy tanév, mi az, amire nagyon oda kell figyelni, egymást is segítjük ezekkel a jó tanácsokkal. Hajdúszoboszló újság, van egy kis pénz, van gyerekrajz, van benne egy cumi, mert mégiscsak bölcsödések vagyunk. Az alapkövet az intézményvezető, az államtitkár és a polgármester tették le. Bodó Sándor szerint ez a beruházás is azt mutatja, hogy a kormány segíti a családokat. Olyan mértékű igény van szülők, városvezetés, a szakma részéről, hogy ennek nem lehet és nem is kell ellenállni. Egyébként a magyar kormány társadalom politikájába abszolút beleillik, hogy minél több bölcsőde, óvoda, iskola épüljön, ezek legyenek jó állapotúak, mert mi teljesen egyértelműen abban gondolkodunk, hogy a magyar nemzetnek gyarapodnia kell. És hát ha mindenkinek az igény egy irányba mutat, és ennek az a gyakorlatias módja, hogy bölcsőde épüljön, akkor épüljön. A beruházáshoz a városnak tehát nem kell forrás biztosítani, viszont a működtetéshez igen. Ezt pedig Hajdúszoboszló biztosítani fogja, mondta Ceglédi Gyula. Tisztában vagyunk azzal, hogy ennek az elindításához, berendezéséhez még szükség lesz a város anyagi tehervállalására is, amit most itt jelezhetem, hogy nyilván a város vállalni fog, és hozzátesszük mi is azt az összeget, amire szükség lesz, hogy ez a részintézmény is jól tudjon működni. A polgármester szerint ez a fejlesztés is azt mutatja, hogy Hajdúszoboszló egy élhető város, hiszen a fiatal családosok itt képzelik el a jövőjüket. Kiváló szakemberek vannak, mind a bölcsödéinkben, mind az óvodáinkban, tehát itt azért korosztályban viszonylag közel lévő korosztályról van szó, hiszen a 0-6 éves korosztályról beszélünk, ugye egy adott életszakaszig a bölcsödében vannak a gyerekek, aztán tovább lépnek az óvodába. Egyébként ezeknek a típusú fejlesztéseknek, amiről még itt nem esett szó, de a projektben benne szerepeltetik, azért az is benne van, hogy olyan szociálisan hátrányos családokból is a gyerekek viszonylag fiatalon bekerülhessenek ezekbe a közösségekbe, és azt a fajta életmodellt, életstílust, amit itt a nevelők tudnak számukra nyújtani, megtanítani, azt felvegyék, és meglegyen az esélye, hogy abból a elmaradott, kicsit hát lehúzó környezetből ki tudjanak emelkedni, és ha ezt már nagyon fiatalon itt a bölcsődében elkezdjük, és aztán az óvodában ez tovább folytatódik, az iskolákban tovább folytatódik, ez is egy nagyon jó esély, lehetőség a társadalmilag leszakadt rétegekből érkező fiataloknak a felemelésére, kiemelésére. A tervek szerint januártól nyitja meg a kapuit az új tagintézmény. A szakemberek ennek megfelelően készülnek, és várják majd a gyermekeket. Több mint 500 azoknak az ömmel ukrán ajkú segítségre szoruló menekülteknek a száma, akiket Hajdúszoboszló befogadott, és ellátásukról a várva várt békéig gondoskodni kíván. A hosszú hétvége tapasztalatairól, az önkormányzat által működtetett koordinációs bizottság legutóbbi intézkedéseiről és a megjelent kormányrendeletről Ceglédi Gyula polgármester tájékoztatott. Mint megtudtuk, mozgalmasan telnek a napok a helyi értékek házában is. Ez az aranyos ukrajnai kisgyermek önfeledten próbálgatja a kikészített játékokat. Kicsi még, így nem tudja, hogy miért kellett egyik pillanatról a másikra elhagynia otthonát.
Az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyi értékek házában a kitartó és gondoskodó hajrá anyus édesanyák alakítottak ki először játszósarkot az ukrán háború elől Hajdúszoboszlóra menekültek gyermekeinek. Az Inhotelben szintén gondoskodtak játszóházról. Folyamatban van továbbá a városközpontban is egy játszóház kialakítása, az önkormányzati tulajdonú Bocskai rendezvényközpontban is. Tudtuk meg Ceglidi Gyula polgármestertől. Nem sok családos, gyerekes anyuka van itt. Az Inhotelben már kialakítottak egy játszóházat, és most itt a Bocskai rendezvényközpontban is, hogy a más szálláshelyen lévő menekült gyerekeknek is legyen valamiféle elfoglaltsága. Látjuk, hogy a játszótereken is elég szép számmal ott vannak. A humanitárius tevékenységre létrehozott koordinációs bizottság tagjai az ünnepet követő első tanácskozáson egyetértettek abban, hogy névsort kell összeállítani az ukrán nyelvet is értő, tolmácsolást felajánló személyekről. Igényként merült még az föl, hogy legyen egy névsora azok részéről, akik tolmácsolásban részt tudnak venni valamilyen szintűben, mert ugye azért a nyelv ismeretnek különböző szintjei vannak önálluk is, de fontos, hogy adott esetben, ha valakinek mondjuk az egészségházban az orvos mellett kell tolmácsolni, vagy egyszerűen csak egy okmány megírással kapcsolatos feladat van, akkor ezekben tudjunk segítséget nyújtani. Napi praktikus dolgokban szükséges, hogy legyen tolmácsolási lehetőség, hiszen zömében ukrán nyelvűek azok, akik itt vannak közöttünk. Önkéntes tolmácsok az ideérkezettek között is vannak. Alena 3 hete jött át autóval Ukrajnából. Az aknaszlatinai nő a lányával és 6 unokájával vágott neki az útnak, Hajdúszoboszlót ismerőseinek köszönhetően választották, ingyen biztosítottak nekik lakhatást. Babakocsira volt szükségük, kaptak is egyet, és akkor felajánlotta, hogy segít a nyelvi fordításban. Az étkeztetésben oroszlán részt vállaló Lorena étteremben gyakran közreműködik. Egyelőre itt maradtak a városban, de ha minden rendben lesz, visszamegyünk, mondta Alena, aki nem akart nyilatkozni, de a hangját rögzíthettük. A helyi értékek házában a hajrá anyus aktivisták leleményesek. Ha tudnak angolul, vagy éppen így, fordító programmal kommunikálnak a betérőkkel. A mögöttünk hagyott hosszú hétvégén zökkenőmentes ellátásban részesültek a Hajdúszoboszlón tartózkodó segítségre szoruló menekültek. Ebben a 4 nap viszonylag csendességben telt, és azt kell, hogy mondjam, hogy állandó létszámmal. Az első gyászhír is megérkezett Szoboszlóra a háborúval sújtott országból. A koordinációs bizottság ezért arra is törekszik, hogy szakemberek a helyi egyházak közreműködésével segítsék a vigasztalódást. Azt is el kell mondani, hogy most már megérkezett az első tragikus hír. Az egyik itt lévő menekültünk, aki egyébként itt a koordinációban, az elszállásolásban és ott a helyiek megszervezésében segítségünkre van, a fivére elhalálozott a harcokban. Úgyhogy sajnos ilyen hírekre valószínűleg lehet számítani, hiszen, mint ahogy azt korábban is említettem, zömében fiatalasszonyok, kisgyerekekkel vannak itt, akiknek a hozzátartozójuk, férjük, párjuk, azok valamilyen szinten, vagy önkéntesként, vagy besorozottként valahol, vagy a hátországban, vagy a harctéren ott vannak. Március 12-én megjelent a kormány rendelete a menekültek segítségéről, illetve ellátásuk finanszírozásáról. Hajdúszoboszló tervezi, hogy él a lehetőséggel. A város további jelentős szálláshelyet nem tud biztosítani, de az itt menedékre lelt 550-600 emberről mindvégig gondoskodni akar az önkormányzat a civil, egyházi és vállalkozói partnerekkel. Jelenleg a helyi védelmi bizottsággal, a járási hivatal vezetőjével foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, hogy és milyen formában lehet azt igénybe venni. A jogszabályban szó van arról, hogy az önkormányzat kaphat támogatást az államtól a nálunk lévő menekültekre vonatkozóan, amelyet természetesen mi továbbítani tudunk azok felé, akik a szolgáltatást elvégzik. Nyilván ezeket mind szerződésszerűen rendezetten jelenleg a részletszabályok még nem ismertek, a menete nincs kidolgozva, hogy hogyan lehet ezt a dolgot rendezni, de tekintettel arra, hogy most jelen állapotban ma azt látjuk, hogy sajnos hosszú időre kell berendezkednünk,
Ezek fontos kiegészítők lesznek, hiszen a vállalkozóknak, a civileknek is az adakozó kedve az ugyan megvan, de az egy idő után ki fog merülni. Rengeteg holmi, ruházat, játékok és élelmiszer érkezik be a mozicsarnokban lévő helyi értékek házába. De nagyon fontos az utánpótlás. Az itt sürgölődő önkéntesek készséggel adnak tájékoztatást arról is, hogy mire van legjobban szükség. Például élelmiszerekre, élelmiszer alapanyagokra. Március 17-én, kora délután, telipakolt autójával állt meg az épület előtt egy fiatalember és egy ifjú hölgy. Meglepő, hogy nem helybéliek. A férj New Yorkból költözött hazánkba, magyar lányt vett feleségül, akivel a budapesti agglomerációban élnek. Nem szervezeti formában működve, hanem ismerősökkel, barátokkal kapcsolatot tartva segítik kitartóan a háború elől menekülő embereket. Tudják azt is, hogy Hajdúszoboszló milyen széles körű összefogással segít. Néhány napja jutott el hozzájuk a hír, hogy mely ellátmányok vannak kifogyóban. Beregsurányba vezet a mai útjuk, gondolták, lehoznak ide egy csomagtartónyi élelmiszert. Miért cselekednek? Mert szükség van rá. Szögezte le a legnagyobb természetességgel a fiatal nő. William pedig Alexa vagyok. A pár humanitárius tevékenységét William Amerikában élő barátai, ismerősei hozzájárulásával végzi. Ennek alapja pedig a bizalom, mert az óceánon túl élők tudni akarják, biztosan célba ér-e, a kívánt jó célt szolgálja-e az adományuk. Kérésünkre az amerikai származású férfi magyarul foglalta össze ideérkezésük történetét. Bár töri a magyart, de gondolatai jól érthetőek. Hoztunk sok ételt, mert a feleségem Alexa hallgat. Itt kell több enni, és több dolog lehet hozni. És igazából sok amerikai ember kaptam a pénzt sok amerikai ember. Ból, és most vásároltunk pasta, testa, paradicsom szósz, baby etel, baba etel, és sok dolog, és nagyon örülök, hogy lehet hozni itt, mert azt hiszem az emberek kell segíteni, és köszönöm szépen a Hajdúszoboszló, mert fantasztikus itt. Where should we put everything? These are just for the kids, some Easter bunnies. Hajdú Zoltán nem tartja magát professzionális gyűjtőnek, általában hagyja, hogy preferenciáit a kiállítások maguk a művek alakítsák ki. Szombat délután az ő izgalmas és értékes gyűjteményéből nyílt kiállítás a Kulturális Központ galériájában, amely április 16-áig látogatható. Igényes és modern kollekció, amelyben egyaránt megtalálható a növényi és állati motívumok különös ábrázolása, valamint a gyermekmesék világa. Ugyanakkor találkozhatunk különféle figurális képekkel is, amelyben tetten érhető a magány és a szenvedés. Ez a 68 alkotásból álló reprezentatív válogatás 34 képzőművész kezemunkáját dicséri, amely a mai magyar kortárs képzőművészet világába enged bepillantást. Egy jó festmény ma is kiváló befektetés. A kiállításon Csétót János művészeti író elmondta, hogy miért gyűjtenek műtárgyat az emberek. Valaki szép érzékét teljesíti ki, és a lakását ruházza fel képekkel. Másokat a birtoklási vágy hajt, mert szeretnék a tulajdonokká tenni a kedvelt képet vagy plasztikát. Nem kevesen vannak, akik tőke befektetési céllal alapítanak gyűjteményt. Fiatal alkotóktól szerzik be a műalkotást, gondolván jó befektetés lesz majd. Úgy kell ezt elképzelni, mint a tőzsdézést, hisz van benne kockázat. A Kulturális Központ legújabb kiállítása több szempontból is különleges. Egyrészt a hajdúszoboszlói magángyűjtő, Hajdú Zoltán gyűjteményét mutatja be, másrészt átfogó képet ad a 21. századi kortárs magyar képzőművészetről. Korábban egy-két képet lakásdíszítési céllal vásároltam már, például azt a Szász Endre képet is, ami meg is volt említve, de úgy igazán 2005-ben kezdtem el járni kiállításokra, meg először nem is kiállításra, hanem akkor már megvolt a Holló László Galéria Debrecenben, ott vettem, aztán ott megszerettem egyes dolgokat, művészeket, és egyre többször mentem el utána már aukciókra is,
Úgyhogy ez úgy körülbelül 2005-2006-ban lett a vált szokásom már. Több Munkácsi és Kossuth Díjas képzőművész alkotásai vannak a Kulturális Központ galériájában. Szurcsik József, Urik Gábor, Töttős Kata, Varon András, ám ez csak néhány név a rengeteg kiváló művész közül. Itt a kortársak közül 10-15 embert nyugodtan fel tudnék sorolni, mint igazán kedvenc alkotókat. Körülbelül akik itt ki vannak állítva, nagy részt ilyenek. Mondok egy nevet, azért nálam ő a kapitány, a parancsnok, meg a főnök, az Földi Péter. Tehát az ő műveiért annak idején a 10-es évek elején, de még a 8-as, 9-es években is feljártam Pestre is aukciókra. Tehát valószínű, hogy ha azt nézzük, hogy kit gyűjtöttem a legnagyobb hévvel, a legnagyobb szeretettel, az a Földi Péter képek voltak. Az eredeti, izgalmas és értékes kortárs gyűjtemény most először hagyta el Hajdú Zoltán otthonát. Volt már olyan, hogy egy-egy képet kikértek, tehát például Markovics Gáborral egy tál magot, azt egyenesen Grúziába vitt el, mert ott volt egy kiállítása, és akkor a galériáson keresztül elért engem és elkérte, vagy ki még? Hát alapvetően ő, meg Debrecenben egy gimnáziumban a képzőművész rajztanár, akivel elég jól ismerjük egymást galériából, kiállításokról, vagy 3-4 éve ő is készített egy kis kamara kiállítást, ott rendszeresen van a Zsibongó egy beugrójába, ahol 5-6 képet ki lehet állítani. Ott volt már néhány képem, de az semmiképpen nem volt se nem átfogó, se nem annyira válogatott, hogy az igazi, hogy mondjam, ütős nagy képeket képviselték. De jó volt az is, de ami oda belefér. Tehát az volt egy ilyen, és most ez viszont tényleg a nagy, olyan értelemben nagy kiállítás, hogy ami van a tulajdonomban, a birtokomban, annak a legjava az itt van. Körülbelül a legjobb szűk fele. A helyi magángyűjtő hosszú évek óta szenvedéllyel állította össze gyűjteményét. Ez a bukta kép biztos, hogy benne lenne a legkedvesebb ötbe, de kettővel arrébb Nádas Alexandrának a Hordozható kertjekje is feltétlenül, vagy Verebics Kati analógiája, ezt viszonylag frissen vettem 2000 őszén. A gyűjtő elsősorban a figurális képeket keresi, azonban a plasztikák világát sem tartja idegennek. Imádom Ulrich Gábornak az acélszobrait, első fejeket, de vannak más jellegű kompozíció is, azok is, hát ők háromdimenziósak, de attól függetlenül ugyanolyan jók, meg kedvesek számomra, mint a legkedvesebb képek is. Hajdú Zoltán nem tartja magát professzionális gyűjtőnek, általában hagyja, hogy preferenciáit a kiállítások, maguk a művek alakítsák ki. Az az igazság, hogy ez valahogy úgy rám talált, mert én egy alapvetően visszahúzódó, magának való ember vagyok, viszont a kiállításokra, galériákba járni, vagy akár árverésekre, az valahogy nekem belefér. Tehát annyi nyüzsgés, ami ott van, meg olyan jellegű, az még én örömmel elviselem. Lehet, hogy ez így durván fogalmazódik, de testhez álló is. Meg nyilvánvaló, hogy tetszik is, mert említette éppen Csétót János is, hogy gimis koromban is annak idején emlékszem, hogy megakadt a szemem, tehát ilyen művészeti folyóiratokba akkori modern képeken. Tehát nyilván van bennem valami affinitás ez irányba.
Ez a kortárs képzőművészeti tárlat méltó része a tavaszi művészeti napoknak. A kiállítás április 16-áig látogatható. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának a KAP aktualitásairól, a jövő évtől várható támogatásokról és a hazai mezőgazdasági jogszabályi környezet változásairól tájékozódhattak a mezőgazdasági szakemberek március 10-én. Ez volt a Hajdúszoboszlói Gazdakör nagy hagyományú rendezvénysorozatának 300. alkalma. Néha eljön az a pillanat, amikor meg kell állni és megnézni, hogy hol tartunk, hova jutottunk, milyen célokat tűztünk, milyennek annak az eredménye, és milyen irányba kell tovább haladjunk. Mert az idő változik, rengeteg technológia, innováció és tudás keletkezik körülöttünk, amit együtt közösen kell tudjunk alkalmazni és használni, akár a saját életünkbe, vagy a szűkebb értelembe véve a gazdaságunkba. A mezőgazdaságban bekövetkező jelentős innovációs változásokra is felhívta a figyelmet Pap Zsolt, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta továbbá, hogy bár a vidékfejlesztési program 2020-ban lejárt, de az Európai Unió 2 év átmenetet biztosított. Ez időre uniós tagországként Magyarország kormánya egyedülálló segítő kezet nyújtott a magyar gazdáknak, mert a támogatások társfinanszírozásának mértékét 80%-ra megemelte. 21-22-es évre, amikor átmeneti időszakot élünk, régi szabályok mentén, de új forrás terhére tudunk különböző pályázatokat meghirdetni. Ahhoz, hogy ez kellően sikeres legyen, Magyarország kormánya megháromszorozta a korábbi időszakhoz képest is jelentős támogatást, így ennek a új költségvetési időszaknak több mint 4235 milliárd forint a rendelkezésre álló fedezete. Az előző időszak mérlegét megvonva Pap Zsolt részletesen ismertette a közös agrárpolitikában jövő évtől várható támogatási formákat, illetve a változásokat. Remek lehetőség a mai alkalom arra, hogy tudjunk találkozni a gazdákkal. Elmondjuk azokat az eredményeket, amit az elmúlt időszakban tűzött célokhoz társítva tudunk ma már eredményként beszámolni róla. Azokról az agrárpolitikai aktualitásokról az elmúlt időszakban több mint 1500 milliárd forintnyi pályázati felhívás jelent meg. Számos döntés még csak most született meg, mint az agrárkörnyezet gazdálkodás, amely előtte állunk, és az agrárium egyik legmeghatározóbb támogatásaként tud megjelenni. És természetesen a 2023-tól induló közös agrárpolitika, amely jelentősen befolyásolja, illetve meghatározza a 27-ig terjedő agrártámogatásokat. Ennek szabályrendszeréről, várható részleteiről tudunk ma beszélgetni. Meghallgatni a gazdákat, mindenféle impulzust összeszedni tőlük, hogyan tudják ők élhetővé tenni, megosztani egymással a gondolatokat. Erről szólna a mai gazdafórum. A 2021-27-es uniós költségvetési ciklusban jövőre kezdődő új KAP program támogatási rendszerének legnagyobb erőssége, hogy a magyar agráriumban folytatódhat a nagyarányú fejlesztés. A legerősebb vívmányok közé talán azt tartozik, hogy igyekeztünk megőrizni, hogy a támogatásoknak több mint 50%-át még mindig beruházásra tudjuk, fejlesztésekre, infrastruktúrális, munkahelyteremtő beruházásokra tudjuk fordítani. Hangsúlyosan megjelenjen benne az innováció, a tudásátadás, és nem utolsó sorban az együttműködés és az integráció. A földügyek jogi szabályozása ez évben több tekintetben változik. Elsősorban az adásvételi szerződések, a haszonbérlet érintettek. Ezeket ismertette példákkal illusztrálva Cseh Tibor, a Magosz főtitkára. Jelentős változások jönnek az idei évtől a földügyekben. Adásvételieknél azért próbáltunk újabb kiskapukat bezárni, mert szembesültünk vele, hogy próbálnak kiskapukat nyitni, ezeket sikerült bezárnunk. Fontos változások lesznek a haszonbérleteknél is. Elsősorban a haszonbérleti díj mértékével kapcsolatban azt láttuk országos szinten, hogy a haszonbérleti díjakat próbálják az egekbe felnyomni, ezzel is kikerülve a helyben lakó gazdákat, ezzel is kikerülve őket. 2023. január 1-től újabb jogszabályozási változások lesznek a gazdaság átadásokról. Szűk egy év múlva gazdaság átadási szerződést lehet kötni. Az előszörő jogszabály tavaly fogadta a parlament, gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy családon belül egy szerződésen átadható lesz a teljes gazdaság, és ami fontos, hogy nem csak a földeknek a tulajdonjog átadható lesz. Átadható lesz a haszonbérlet, átadható lesz a hatóságengedély, átadható lesz a hitel. Tehát gyakorlatilag olyan segítséget tudunk adni a gazdáknak, amivel a generációváltást most már igazán fel tudjuk pörgetni. A magyar föld a magyar embereké, a magyar gazdálkodóké. A Magyarországi Gazdakörök és Gazdakörök Országos Szövetsége egyik legfőbb célkitűzése ez, melyet napjainkban is szem előtt tartanak.
Tartjuk magunkat rendületelő, hál' Istennek erős szövetségiségünk, partnereink vannak, nem mellesleg a magyar kormány is elkötelezett ebben, úgyhogy velük együtt szövetségben továbbra is ezt a birtokpolitikai vonalat visszük tovább, a magyar föld a magyar emberek kezében van. Érdekes módon megemlíteném azt is, hogy a haszonélvezetük ügyében nagyon jól tudjuk, hogy voltak korábban a zsebszerződések, ott is sikerült olyan változások, olyan módosításokat eszközölnünk ebben az évben, hogy hiába van nekünk egy európai bírósági döntésünk, hogy ezeket a zsebszerződéseket vissza kéne jegyeznünk, azért sikerült olyan jogi megoldást találnunk, amivel erre nem kerül majd sor. A Gazdakörök Szövetsége most is a legjelentősebb agrárérdekvédelmi szervezet. Céljaik megvalósítása közepette a szervezet jövőjét is építik. A megújulás jegyében egyre növekszik a fiatal gazdák száma. Hogyan tölti be ma szerepét a MAGOSZ? Az ország legnagyobb érdekképviselete agrárvonalon, ez továbbra is így van, ahogy eddig is így volt. Nyilván a kamarával, a kamara bázisával, a kamarai szakértői apparátusával együtt dolgozunk, ez tény. Az viszont biztos, hogy múlt héten szombaton volt egy nagy gazdakongresszusunk, 2000 gazdával, miniszterelnök úr részvételével. Én azt gondolom, hogy nem csak a mindennapokban, hanem miniszterelnök úrnak a gazdakongresszus meg tudtuk mutatni, hogy mekkora erőt képviselünk. Nagyon érdekes, hogy egyébként ennek a 2000 főnek a gazdakongresszuson a fele az már fiatal gazdálkodó volt. Ez nagyon fontos vonás itt egyébként a megyében is. Nagyon erős ifjú gazda tagozatunk van a MAGOSZ részéről, nagyon erős gazdaszony tagozatunk van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az építkezés, ez folyamatos a MAGOSZ-ba. Ezzel tudjuk fenntartani azt az erőt, még egyszer mondom, hogy a gazdatársadalomnak a jelentős része az majd fiatalból álljon. Ez a Gazda Fórum volt a Hajdúszoboszlói Gazdakör 300. gazdaköri esti rendezvénye. 27 év alatt csak a koronavírus korlátozta ezt a nagy jelentőségű előadás sorozatot, mondta el számvetésében Örvendi László, a Hajdúszoboszlói Gazdakör elnöke. A gazdaestek az első perctől nagyon fontos tevékenység volt a gazdakör részéről, hiszen szakmai információk átadásáról van szó elsősorban, és hát érdekképviseletek vagyunk, és a gazdák érdekeit képviselő szervezetként azokat a problémákat, gondokat, amik esetleg nem csak szakmai, hanem politikai szempontból is fontosak, azokat mindet meg kell beszélnünk és tovább kell adnunk. Tavaly a pandémia miatt nem tudták megtartani a gazdaesteket. A mostani évadban is közbeszólt a járvány, de rövid szünet után folytathatták a rendezvény sorozatot. Így ez volt az idei gazdaestek 10. eseménye. Nagy érdeklődés volt, most is egyre többen vannak, mert hát nagyon fontos, olyan törvények, rendelkezések jöttek létre, amelyeket meg kell ismerni a gazdáknak, mert ez a gazdálkodás mértékét befolyásolja. És hát nagyon fontos az, hogy most már nem e-mailen, telefonon találkozunk, hanem személyesen is, hiszen a személyes találkozás, a gazdák egymás közti beszélgetése az egy nagyon fontos és élménygazdag egy ilyen találkozás. A Hajdúszoboszlói Gazdakör a MAGOSZ egyik legaktívabb és legnagyobb helyi szervezete. A város körbeölelő hatalmas mezőgazdasági területen termelő szorgalmas gazdák közössége. Nagyon nagy szeretettel jövök ide. Azt tudom mondani, hogy a teremben jelenlévők szinte mindegyikét arcról, névről ismerem. Az elmúlt jó néhány évet is itt az agrárium és az agrártámogatások terén töltöttem. Sokszor voltam itt, és bízom benne, hogy sokszor jöhetek még ide. Jó gazda embereket ismertem még itt Hajdúszoboszlón. Kiváló adottságokkal remekül tudnak gazdálkodni, megóvják a saját értékeiket, és hatékonyan gazdálkodnak rajta. Azért az a gazdakör, amely betöltötte, Laci bácsi meg tudja mondani, hogy hány éves, több mint 100 éves, ez az élő példájának, hogy micsoda összefogás van itt ezen a településen. És nem csak ezen, hanem a környékbeli gazdálkodóknak az összefogásában rejlik ennek az ereje.
Örömmel jöttek el a látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének tagjai a Hajdúszoboszlói csoport rendezvényére március 12-én. A pandémia miatt az elmúlt két évben csak egy fehérbot napi programot tudtak szervezni, ezért sokan nagyon várták már a farsangi nőnapi találkozót. Kellemes műsorral és ebéddel egybekötött találkozón voltak a látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének helyi és környékről érkezett tagjai a márciusi hosszú hétvégén. Többen családtagjaikkal jöttek el a Major Panzió és étterem külön termébe. A csoport vezetője Kuik Mihályné is boldogan nyugtázta a nagy érdeklődést. Már nagyon vágytak az emberek, hogy egy kicsit kimozduljanak, mert ugye nagyon sok idő sajnos más lehetősége nincs, ahova menjen, úgyhogy örömmel jöttek. A látássérültek helyi csoportja sok éve aktív szervezetként működik Hajdúszoboszlón. Állandó programjaink vannak, minden évben megyünk egy buszos kirándulásra, nyáron egy fürdőnap szokott lenni, amikor megint még többen jönnek, és minden évben októberében pedig megünnepeljük a fehérbort világnapját. A Debrecenben szokott lenni egy ilyen éves karácsonyi záróműsor, de az sajnos már évek óta nem sikerült megrendezni, hát bízunk benne, hogy az idén már sikerül. A személyes találkozás az igazi, de a pandémiában sem szakadtak el egymástól. Tartották a kapcsolatot egymás között az egyesület tagjai. Telefonon, és akkor volt, aki ugye e-mailben, vannak beszélő telefonok, aki nem boldogul másként, akkor ennek a segítségével, úgyhogy folyamatosan tájékoztattuk őket, ők is bármikor megkereshettek a kérdéseikkel bennünket, úgyhogy folyamatosan közvetítettünk mi Szoboszló és a debreceni iroda, pedig továbbította a budapesti országos székház. A helyi csoport szorosan karöltve együttműködik a Debreceni Regionális Egyesületi Központtal. Mint Bora Sándor alelnök elmondta, a látássérülteket tömörítő civil szervezetük támogatások, felajánlások segítségével tudja betölteni küldetését. A szervezetünk a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete, amit mi képviselünk itt az Észak-Alföldi régióban, ugye körülbelül olyan 800 fő látássérültet tömörít, és egy érdekvédelmi szervezet vagyunk. Eleve a non-profit jellegünkből adódóan nagyon nehéz a működésünk, és ön is, ahogy említette, az elmúlt két évben ezt még súlyosabbá tette a kialakult járványhelyzet. Ugyanúgy, mint eddig próbálunk ugye különféle támogatásokat, pályázatokat megcélozni, és így gördülékenyebbé tenni az egyesület működését. Egyébként itt hadd emeljem ki, hogy az egyesületünk az 9 körzeti csoportot működtet, éppen azért, hogy minél közelebb legyünk a látássérült tagjainkhoz, ugyanis tagjaink túlnyomó része már idős, nem nagyon tud mozogni, nem is nagyon szeret, éppen ezért szeretnénk így közel menni hozzájuk, és ebből a mai rendezvényünk is, ez egy nőnapi rendezvény itt Hajdúszoboszlón, ez a hajdúszoboszlói körzeti csoportunk szervezése által valósul meg, és az egyik kiemelt támogatónk egyébként a Hajdúszoboszló Város Önkormányzat, aki minden évben jelentős összeggel támogatja egyesületünket. Az egyesület összetartó ereje mellett példás a szolidaritása. Megható volt hallani, hogy az alelnök azt is bejelentette, hogy segítik az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Valószínű mindenki értesült róla, hogy az egyesület is szeretne segíteni az Ukrajnából és Kárpátaljából érkező menekülteknek. Éppen ezért adománygyűjtést szervezünk. Ez a délután azonban elsősorban a látássérültek közösségéről szólt. A jókedv fokozásához hozzájárult Topány Ildikó énekes. Körülbelül már a negyedik vagy ötödik alkalommal hívtak meg erre a rendezvényre, amit köszönök szépen, és
mindig szívesen jövök egyébként, mert édesanyám is beletartozik ebbe a csoportba, csak most éppen nem tudott eljönni. Szeretek jönni, szeretek nekik énekelni, és nagyon aranyosan, szívesen fogadják minden alkalommal, és így én is egy kicsit hozzá tudok járulni ahhoz, hogy egy kis jó érzés, egy kis melegség járja át a szívüket az itt lévő vendégeknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek egyaránt. A szerelem meghódította a hajdúszoboszlói közönséget szerda este a Kulturális Központ színház termében. Barta Lajos kétfelvonásos vígjátéka, a neves és elismert színészeket is felvonultató, kacagtató darab szereposztása teli találat volt. Minden egyes színművész remekül alakította az általa életre keltett karaktert. Nálunk otthon Késmárkon, fiatal asszonykoromban, a valcer volt divatban, kis csónakon a Dunán rengedett, szívemben a szerelem ébredett. Szerelemre vágyó, párkereső és ebből adódóan folyton civakodó testvérlányok életébe engedett bepillantást Barta Lajos vígjátéka. A Mikó István által elképzelt és rendezett szerelem magával ragadta és meghódította a hajdúszoboszlói közönséget. Mindenki számára egy olyan érzés, ami nélkül nem igazán érdemes élni, érdemes átélni. Itt azért többféle értelme is van. Ugye van egy család, amelynek három lánya van, ugyanúgy ő, mint a Csehov három nővérébe, ezek elvágyakoznak. Nem csak otthonról, tehát a családból, hanem csak el, akár dolgozni, akár valahonnan el, nem Moszkvába akarnak menni, hanem a házasságba menekülnek, ha tudnak, legalábbis két lány, a harmadik az meg állást keres valahol, mint tanítónő. Szabó Anikó már megtalálta az igaz szerelmet. Mikó Istvánnal a szerelmük nem olyan volt, hogy egyik percről a másikra szenvedélyes lángra lobbant, hanem nagyon lassan alakult ki. Nekem a szerelem az hűséget, bizalmat és tartós kapcsolatot jelent. Egyszer találja meg az ember az igazi szerelmét, ezt úgy hívom én, de hát mint kiderült később más is, hogy megtalálja a másik felét. Nem mindenki szerencsés, én azon szerencsések közé tartozom, aki viszont igen, ami azt jelenti, hogy ketten alkotunk egy egész embert. Tehát úgy egészítjük ki egymást, hogy építjük, előre tudjuk vinni egymást, és nem tudjuk megunni soha, hogy együtt vagyunk. Détár Anikő életében is központi szerepet tölt be ez a földön túli érzés. A szerelem az az élet, lehet nélküle élni, de nem érdemes. A színház is egy szerelem az életemben, de természetesen azért voltak szerelmeim, és jelenleg is van. Fontos, az élet fűszere. Lehet levegőt venni, lehet enni, élni. De a szerelem az egy ajándék, az Isten ajándéka. Mikó István dramaturgként és rendezőként nyúlt Barta Lajos művéhez, éppen csak egy keveset igazgatott rajta, hagyta érvényesülni a szerepeket. Egy nagyon szép darab ez, tehát érdemes rajta csócsálni, az embernek dolgozni vele, és nagy örömömre szolgált, amikor kiderült, hogy ezt megrendezhetem. Hát remélem, hogy az a fajta színjáték, amit én kedvelek, hogy a mosoly mögött mindig ott bujkál egy kis könycsepp, a vidámság mellett a dráma. Tehát ez egy igazi jó színdarab. A rendezőnek konkrét elképzelései voltak. Nagyon pontos instrukciókat adott a színészeknek. Mindenkinek más, kinek mire volt szüksége. Van, aki nehezebben érleli magában a figurát, van, akit meg szinte az első pillanatban megkapja. Nem vagyunk egyformák.
Tehát elég régóta vagyok a pályán, úgyhogy ismerem magunkat, színészeket. Tehát mielőtt megkérdezem, hogy milyen volt saját magamat rendezni, akkor megmondom, hogy mivel ismerem magamat és a társulatunkat, tehát igazából ez nem okozott nehézséget. Szegény Lotte, soha nem mentélhez, mert egyszer, egy hétig Gőtének az ideája volt. Óriási! Óriási! Mondtam mindig, hogy maga egy perspektivikus nő. A járdánkon kinő a fű, 10 000 év hordjuk ezekben a nyugdíjas házakban, és maga egy Gőtéről beszél, hát nem gyönyörűség. Ne akarjon elterelni a témától. Igenis, léteznek még irodalmi mennyasszony. Maga már az előbb el akart menni. Igen. Mikó István elsősorban a fiatal színészeknek adott tanácsokat, de a tapasztalt színészekkel is folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Tőlem annyit kért, ugye én játszom a feleségét ebben a színdarabban, és annyit kért, hogy egy picit lassulj le, hiszen ez a 1910-es években játszódik, amikor azért én még mindig egy hiperaktív pörgő embernő vagyok, hogy egy picit lassuljak le. Erre kellett ráéreznem. Szabó Anikó karakterszínésznőként nem csak egy szerepet játszott el a darabban. Az egyik ugye a cseléd, a Gyövökmán, ez már Szállóigévé vált a társulatba is, egy nagyon édes figura, a másik pedig, aki szállást ad a főszereplő fiúnak, és ő is szerelmes belé, csak hát sokkal idősebb, mint ő. Mikó István vígjátéka újfajta, finom humort hozott a színházba. Ez a történet magával ragadta és meghódította a közönséget, akik mindezt szűnni nem akaró tapsviharral fejezték ki. Szalai bácsi is megérkezett. Igen? Van szerencsém. Hogy van, kedves jó Szalai bácsi? Jó vagyok. Oh. Szalai bácsi, a maga fia szerettem volna lenni. Szerettem volna, ha ilyen finom, szép öreg ember lett volna. Öreg ember? Nem vén ember. Na. Oh. Wagnerről beszélgettünk oda bent. Hallottam. Wagner az szép? Az szép, igen. Azt mondtam, hogy Wagner zenei rendszere abban kulminál, hogy az érzések és gondolatok megjelenítésére olyan új módszert hozott a muzsikába. Hagyja ezt! Maga máma úgy ki van forgatva magából. Velem is csináltad pirítós kenyérkét, aztán itt van a finom pirítós kenyérke. Már kihűlt. Eljárás, ez pubinkó. Nem is beszélek többet a pubinkóval. Bocsássa meg, aranyos jó néni. A zene miatt van, ez mind a zene miatt van. De én inkább megeszem hidegen is azt a pirítóst, még ha el is rontom bele a gyomrom, még ha meghalok is tőle. Hidegen azt már nem. De aztán majd azt mondja magában, hogy na hát, ez a Szalai néni. Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós kártyajáték című előadása nyitotta meg az idei tavaszi művészeti napokat a Kulturális Központban. Az interaktív est középpontjában 32 kártyalap állt, épp mint egy pakli magyar kártya. A kártyák mindegyikén egy-egy szó, ami talán az életfordulókat jelöli, vagy csak hangulatot, állatot, égi testet. Olyanok, amelyeket nem árultak el előre, egymásnak sem az előadók. Szép napot kívánok mindenkinek! Ez az előadás a kártyajáték, amely tulajdonképpen arról szól, hogy van nálunk 32 kártya, mint egy ilyen magyar kártya pakliban. A 32 kártyán 32 szó vagy gondolat, szó összetétel, metafora szerepel. Valami, amihez közünk van talán, vagy azt képzeljük el, hogy közünk van hozzá. Így mutatta be Beck Zoltán a tavaszi művészeti napok első előadásának a tematikáját. A keret egyszerű. Adott egy pakli, a közönség húz minden téma előtt egy lapot, összesen 9 kártyát. Ezeken egy szó vagy kifejezés található, amelyekről 9 percen át beszélgettek. Ez tulajdonképpen egy irányított beszélgetés és zenélés, minthogyha valamelyikünknek a gyerekszobájába beszabadulnánk, és a nézők ezt végignézhetik, és tulajdonképpen interaktívan részesei is az előadásnak, mert mi minden előadásra írunk 32 darab kártyát, ezen a 32 darab kártyán egy-egy szó van, vagy kifejezés, és a nézők húznak belőle az est folyamán 9 vagy 10 lapot,
és mi itt helyben asszociálunk, vagy egy történetet, vagy egy zenét, vagy egymásnak valami olyan dolgot, amit esetleg nem tud a másik, igyekszünk minél mélyebbre menni, minél jobban meglepni a másikat. És az az egy szabály van nekünk egymás között, hogy ugyanazt a történetet nem mondhatjuk el kétszer, tehát soha. Tehát ma, ő, amit ma fog tőlem hallani, vagy én tőle, azt még nem hallottuk a másiktól. Ezen az estén nem volt semmiféle előre megbeszélt dramaturgia, rögtönzések sorát láthatták a nézők. Pont úgy, mint egy baráti beszélgetésben, az ember nem úgy megy le egy kocsmába beszélgetni a barátjával, vagy ül egy kávézóba, hogy tudom én, előre kitalálja, hogy mik legyenek a beszéd témák, és akkor annak mentén előre legyártott mondatokat mond, hanem egyszerűen hagyja, hogy alakuljon az este. Szóval egy kicsit ilyen ez is. Annyit persze szeníroztunk rajta, hogy és ezért lett kártyajáték a címe, hogy vannak kártyáink, hívószavaink, amiket a közönség húz, és a közönség tulajdonképpen rendezi, alakítja, szerkeszti az előadást azzal, hogy abba az irányba kell mennünk, s a szerint, ahogyan a kártyák kijönnek. Úgyhogy ez a számunkra mindig egy ilyen különös, ilyen egyszerre érzelmi felkészülést is jelent, és persze a memóriánkat is próbára teszi. Az irodalmi és zenei fókusszal rendelkező események a nagy tömegeket vonzó fesztiválokkal szemben a személyesebb, intimebb kapcsolódás lehetőségeit szeretnék megteremteni az előadók, a közönség és a környezet között. Mi nagyon hiszünk ebben az intimitásban, meg az őszinte barátságban. Ugye van köztünk egy 20 év, és ezért kicsit, hogy mondjam, mások a tétek a mi barátságunkban, és mások a viszonyok bennem. Nagyon szabadok vagyunk szerintem egymás társaságában, és egyszerűen így az okostelefon függőség által uralt világban mi mindig örülünk, hogyha visszatalálhatunk valami igazi barátsághoz, vagy azon is túlmutató őszinteséghez, vagy önreflexióhoz, vagy belátáshoz, és mi csak azt reméljük, hogy a mi jelenlétünk, vagy a mi egymásra figyelésünk, az a közönséget sarkalja majd arra, hogy közvetlen szerettei és barátai körében is valami hasonlót élhessen meg mi, amit itt a nézők előtt megpróbálunk megélni. Becsei H. Miklós életében a zene, a vers, az irodalom és a színház nem válik el egymástól, szinte minden egymásra épül. Nagyon hiszek valami láthatatlan dimenzióban, ami itt van közöttünk, és jelent minket tulajdonképpen. És azt gondolom, hogy ezek az intézmények, mint kérdeztél, egy vers és zene, ezek ezt a láthatatlan teret teszik néha láthatóvá, vagy tapinthatóvá. És szerintem erre is elemi erejű szüksége van az embereknek és az emberiségnek, és minden ilyen esténél legyen az egy nagy, tragikus szerep, mondjuk Hamlet eljátszása, vagy egy ilyen improvizatív, úgymond barátságra, meg szakmai közösségre alapuló esnek is az a lényeg, hogy valami személyeset az ember megpróbáljon átadni, és higgyen benne, hogy ez másoknak ad. Beck Zoltán szerint a mai világunkban a versek segítenek szétzilálódott életünket rendbe tenni. A versnek az az izgalma, hogy nagyon sűrített módon tud teremteni valóságot. És ezért érdemes talán verset mondani, és ezért érdemes talán verset írni is. Nagyon hasonló egyébként a popdalokhoz, hogy úgy mondjam, hogyha komolyan veszük a popdalokat. Szóval nincsen más, mint az, hogy egyfelől egy sűrített valóság jön benne létre, szövegvalóság, ami éppen ott teremtődik, ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az, hogy nagyon erős befogadói valóságokat tud működtetni. Szóval a vers alapvetően nem előíró, nem nagyon irányít, vagy csak nagyon kevéssé fogja az olvasó vagy a hallgató kezét. És azt mondja, hogy a te saját verset hangzik el tulajdonképpen, a te értelmezésed, ami létrejön. Az előadók szerint ebben a felfordult világban minden élő találkozás egyre értékesebb és egyre fontosabb. Az élő találkozások részvényei nagyon emelkednek, és a őszinteség és az önreflexió részvényei, ha már ennél a képnél vagyok, emelkednek egyszerűen. Nagyon, nagyon fontos, hogy egymás szemébe nézünk szerintem, vagy kimerjük mondani azt, amit érzünk, vagy gondolunk, és mondjuk merjünk változni, vagy merjünk mást hinni, mint amit alapvetően érzékelünk. Ezek szerintem mindannyiunknak a feladata, és ezt, amikor az ember mondjuk a Facebookon lát egy idézetet,
akkor lehet, hogy az idézet igaz, de nem változtatja meg az életét, mert nincs hozzá kötődő tapasztalat, vagy nincs hozzá kötődő katarzis. És a színház és ezek az estek elhozhatják ezt a katarzis vagy a tapasztalatot. Zoltán hagyja a dalokat alakulni a maguk útján. Ő csak terelgeti a szavakat, és ha szerencséje van, akkor ezek a szavak jó irányba mennek majd. Egy kedves borász barátomat dicsérte meg egyszer, hogy milyen nagyszerű bort csinált. És akkor azt figyelmeztetett rá, Jóska bácsi figyelmeztetett rá, hogy ő nem csinálja a bort, hanem a természete az, amelyik csinálja a bort, és ő csak igazgatja. Szóval a vers vagy dalszöveg esetében, vagy a dalok esetében is erről van szó, hogy nem akarom megmondani a szavaknak, hogy miként kerüljenek egymás után egy szövegbe. Egyszerűen csak hagyom, hogy megjelenjenek, kifejeződjenek, jelen legyenek, és ebbe a jelenlétbe próbálok beledőlni. Szóval azt képzelem, hogy inkább én megyek a szöveg után sem, mint a szöveg jön utánam. És ez egyfelől szabadságot ad nekem is az előadásban, és azt képzelem, hogy a befogadásnak is ezt tud szabadságot adni. Szóval, hogyha fogom állandóan a szavak grabancát, és parancsolgatok nekik, hogy ide menj, te meg oda menj, akkor gyakorlatilag az történik, hogy lehet, hogy az, amit én elgondolok, vagy én akarok, valahogyan ebben a szövegben jelen van, de a szöveg maga dinamikájában, a maga önálló entitásában képtelen lesz a működésre. Miközben Hasi, vagyis Vecsei H. Miklós és Zoli mesélt, az idő a 9 lap és a 9x9 perc szinte elrepült. Talán jönnek még erre, talán elhozzák újra azt a bizonyos kártyapaklit, és talán mesélnek másról, más történetekkel, más dalokkal. Mert az ilyen beszélgetésekre mindig van igény. Itt egy szék, üres szék, egy asztal, aki elhagyott, már nem marasztal. Itt egy kép, ami már nem látszom, itt egy kéz, ami egy másik vállon. Pihenés, egy hang a nevemet szólít, aki szól, az hátat fordít. Sporthíreink következnek. Hat perc alatt 2 góllal vezetett az Aqua General HS-e a DVTK második csapata ellen az MB3-as labdarúgó bajnokság 25. fordulójában. Csillag László együttese szinte végig kézben tartotta a mérkőzést, végül 4-1-es győzelemmel sikerült felettetni a salgótarjáni kisiklást. 3-assal Csáki Dávid, 4-essel Mrüva Patrik, 5-össel a kapitány Ivánka, miközben Máté már a 16-oson belül, sőt, érkezik kis Szabolcs! Hát nincs idő itt elmondani, kérem szépen az összeállítást! Másfél perccel a mérkőzés megkezdése után van egy gyors gólunk, kis Szabolcs révén 1-0 arányban vezetünk. Csiki szerez labdát és Lukácsot indítja a bal oldalon. Lukács már is próbálja középre, bizony-bizony bajban vannak, Máté! Hát hogy húzta vissza Máté? Egy klasszis mozdulattal juttatta a kapuba. Ott volt Lénárt is, Lénártról perdült rá a kapura, és ott még akkor Borsos tudott védeni, de arra nem számított, hogy egy reflex mozdulattal Máté Jankó a kapuba sutulja a labdát. Szatmári Vince. Ákoshoz passzol, Vince vissza a feladóhoz, talán még ezt Lukács eléri, bizony gyönyörűen, és van is érkező, a fejes ott van, mellé ment, Lénárt! Közben a 16-osunkon belül kevergett már Karika, vannak érkező emberek, szerencsére nincs lövőhelyzet még, Vince Ákos és Kónya küzd ezért a labdáért, Mészáros. Ivánkáék már föl is vették az embert, aztán végül kis Szabolcs rúgja be. Kicsit furcsán öklözött bele a fiatal kapuvédő, Borsos. Most szépen tartják a labdát, Mrüva. Nem volt veszélytelen, ahogy azt a labdát megtartott a 11-es. Hát mit csinál Csiki Norbi? Még ráadásul egy sárgát is kap Csiki, és a 11-est ott összehullott az egyik diósgyőri játékos. Mészáros bűvöli a labdát és ellenfelét. De Korbé maga biztosan belövi, pont akkor, amikor letelik a 45 perc. Nézzük a szabadot, Máté! Tóth Boris Alexander állítgatja a labdát. 8-as mezben. Ő volt az, aki az őszi mérkőzésen is
az egyik legjobb volt, és bizony, hogy jól jön az, ijúj! Elvileg nálunk van a légi fölény, bár elnézve Ivánkát, Mrövát, vagy éppen Csákit, azért vannak jó hóri-horgas játékosai. Még mindig baj van. Hát ezt most köszönjük meg. Nagyszerű az indulócsel. Lénárd Gergő beindul. Mátét keresi a tekintetével. Lénárd egycsel, kétcsel. Ott a helyzet! Lukács! Bent van! Hú, de kellett ez a gól, Lukács Zsombi! Borsos Vilmos elsőre védett, a kipördülő labdát viszont Lukács Zsombor kegyetlenül, ám de okosan helyezte a kapuba. Közben Lénárd bolondítja a védőket. Berdó, nagyszerű, erre megint lecsapott Lénárd. Lénárd már 16-oson belül, nagy lövés! Mit védett a kapus? És Máté! Szegény Borsosnak nem sok szerencséje van, mert ez már a harmadik olyan védése, ami után a duplázást a szoboszlójak bekotorják. A 65. percben, 66. percben járunk, tehát egyelőre még csak melegít valamennyi cserejátékosunk. A kínálat egyébként Bánhegyi Zoltán a kollégánk. Hoppá, hoppá! Közben nagyon résen kellett lenni Borsos Vilmosnak. Szépen hozta ki Sós Máté. Sós Mátét most még fölrúgni sem tudjuk, pedig megpróbáltuk. Ez egy jó passz, Korbé! Szabó Lajos keresgethet egy jó fejet, egy jó fejelő játékost, de még ez kapura is jó, bizony! És ez azt mutatja, hogy újra van egy jó csapatunk itt az NB3-ban, egy remek edzővel, Csillag Lászlóval, és ez... Reméljük, hogy egy hosszú távú építkezés első éve lesz. Hoppá! Mészáros. Mészáros nagyon morcos. Ez volt az utolsó támadásunk. Le is fújja a játékvezető. Megkapja a megérdemelt tapsot a publikum részéről. Az Aqua General Hajdúszoboszlói Sportegyesület labdarúgó csapata. És a tavaszi idényben ez már a negyedik győzelmünk. Ha jól láttam, azért ez is egy küzdelmes meccs volt. Talán annyiból volt szerencsénk, hogy az elején már sikerült megnyugtató előnyt szerezni. Igen, ez volt a taktikánk, hogy... az elején letámadjuk az ellenfelet, és minél hamarabb megszerezzük a vezetést. Alkalmazkodtunk úgy gondolom a pályához, mindent megtett a csapat, és tényleg le a kalappal a csapat előtt, mert bebizonyította ma, hogy igazi csapat vagyunk, és mindent beleadott a mai meccsen. Ugye a múlt heti vereség után most elmondhatjuk, hogy ez tényleg csak egy kis siklás volt. Nem is emlékszem, hogy ilyen korán gólt szereztünk, mert azt gondolom, hogy 1 perc 30-at mutatott még az időmérő stopper, amikor már ott betalált kis Szabolcs. Hát erről álmodik minden játékos. Igen, nagyon fontos volt lélektanilag is az első gól megszerzése, hogy ez mikor történik, de mondom még egyszer, ez egy tudatos elem volt, ugye az, hogy időzített letámadást hajtunk végre, és ez beült, vagy ült a meccsen. Lénárd Gergő aktív részese volt a sikernek. Noha gólt nem sikerült szereznie, érzése szerint a szünet előtt eldőlt a találkozó. 2-1-nél a szünetben, amikor visszajöttek azzal a 11-essel a meccsbe, akkor mégis mire gondoltatok, hogy a második félidőben hogy lehet ezt bebiztosítani, ezt a győzelmet? Hát igazából tudtuk, hogy nem lesz probléma. Ugye, ahogy Janko előttem elmondta, a mesternek ült a taktikája, gyorsan meg is szereztük azt a vezetést, vagyis hát egy 2 gólos vezetést. Utána hát voltak még lehetőségeink, de egy kicsit úgy belekényelmesedtünk szerintem, és hát ez a 11-es, amit befújtak ellenünk, ez szerintem nem volt jogos, de hát előfordul az ilyen, de én fél időben biztos voltam benne, hogy le fogjuk simázni ezt a mérkőzést, és szerencsére sikerült is. Hogy érezted a saját játékodat? Azért megint láttuk ezeket a fantasztikus Lénárd Geri szólókat ott a széleken. Úgy gondolom, hogy most már egyre jobban érzitek egymást. Hát igen. Ugye én is sokat kihagytam a télen. Volt egy hónapos pihenőm, kényszerpihenőm, de most már kezdek visszajönni erőnlétbe. És igazából tényleg nem sikerült gólt rúgnom, de amíg a csapat sikeres, addig nem is érdekel. Csillag László kidolgozta ezúttal is a nyerő taktikát, de kellett hozzá a csapat is, amely az első perctől kezdve azért küzdött, hogy a salgótarjáni vereséget felettesse. Érezhető volt, hogy azért benne van a feszültség a srácokban a múlt heti kisiklás után, meg tudtuk, hogy a diósgyőri fiatalok azért pörgősek, viszont az első 6 perc az azt gondolom, hogy nagyon sok mindent eldöntött. Igen, hát múlt hetet szeretük volna kijavítani, mint ahogy mondtam is.
Jó sikerült az eleje, a srácok betartottak mindent, igazából ő érdemük, mert igazából azt csinálták, amit kértem. Gyorsan vezetést szereztünk, erre készültünk, és nyilván azért ilyen tempóban nem lehet mindig játszani, a pályatalai is olyan, amilyen, de azért lehet látni, hogy tehát azért a játékosaink felnőttek ez a feladathoz, és múlt héten ugye Jani kijött a 11-es, de most az osztott gólpaszt, két gólt rúgott, tehát azért a Szabi is odaért végre, gólt rúgott a Szoboszló színekbe, a Zsombor hozta magát, érted? Hát igazából örülök neki, mert csapatszinten jól teljesítettünk. A DVTK második csapatának vezetőedzője a miénkkel ellentétben érthetően csalódottan nyilatkozott csapata teljesítményéről. Láttunk szép dolgokat a diósgyőriektől, mennyire váltották be a reményeket a fiatalok ezen a meccsen, amit kért tőlük. Egyáltalán nem váltották be. De hát ez most már egy hosszú negatív spirálban vagyunk benne, amiből ki kell jönnünk, és ezt kizárólag csak mi tudjuk kihozni magunkat. Ez sok és tudatos munkára van szükség. Készültünk, hogy az első 10 perc, 15 percben szervezettek és kompaktak legyünk. Ez ismételten nem jött be, két gólt szerzett a Szoboszló, és teljesen megérdemelten vezettek. Az első félidő végére rendeztük a sorainkat, kaptunk egy 11-est, felcsillant a remény, hogy van lehetőségünk a második félidőbe. De ismételten azokat a hibákat elkövettük, amit ilyen szinten nem lehet elkövetni, és ezt megbüntettek a Szoboszlónak a rutinos játékos, és így teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. A diósgyőri csapatban több egykori HSA nevelésű játékos szerepel. Az ő teljesítményeket is értékelte a vezetőedző. Mester biztos tudja, hogy vannak szoboszlói nevelésű játékosok a saját csapatában, Domonkos Szabi a kapuban, vagy Karika Balázs, Magyar Lackó. Ők hogy szokták meg a diósgyőri akadémista létet? Hát elég régóta ott vannak már. Mindenkinek megvan a megfelelő erőssége. A Domonkos az 2004-es, tehát ő egy fiatal játékos, kapus pozícióban, a Laci az idősebb játékos, ő is elég sokat bajlódott sérüléssel, és van a Karika Balázs, akit... Most is játszott? Igen, nagyon tehetségesnek tartok, viszont elég sérülékeny bokájával nagyon sok probléma volt, de nagyon bízom benne, hogy azt a kvalitást, ami benne lakozik, azt ki fogja hozni. Bízunk benne, hogy a szoboszlói fiatalok minél magasabbra jutnak Diósgyőrben. Ahogy abban is, hogy a HS1 győzelmeinek a száma ezen a héten Törökszent Miklóson is gyarapodik majd. Búcsúzom az eredménnyel, Hajdú Szoboszló, Diósgyőr 4-1. Negyedik tavaszi mérkőzésén is veretlen maradt az Opus Tigás Hajdú Szoboszló. A szoros meccsen született sikernek köszönhetően a tabellán is feljöttek a negyedik helyre Hornyák Lajos tanítványai. Az MB2-es férfi kézilabda bajnokság észak-kelet-magyarországi csoportjának egy újabb fordulójára kerül sor, mégpedig len itt Újfehértón a Szegedi Károly Sport és Szabadidő Központban. A szoboszlói srácok kék mezben a Kálósemjéni SSE Újfehértó együttesét fogja remélhetőleg legyőzni. A szünetben még három gólos volt a Kálósemjéniek előnye. Egy nagyszerű labda a szélre, és már is megvan az első gól. Innen a szélről termeli a gólokat, úgyhogy majd erre figyelnie kell Hornyák Lajos együttesének. Nekünk is vannak jó szélsőink. Gyimesi! Gyimesi! Nagyobb baj az, hogy eladjuk a labdát. És ott van Bécsi János is a pályán. Az a Bécsi János, aki ugyan már 50 éves, de még mindig tud miket, ilyen betöréseket tud. 5-4-re vezetünk, és nagyon fontos volt ez, hogy kivédje. Gyimesi viszont kegyetlenül bevágja a maga 13 ezer lakosával. Közben Kovács nagyszerűen adta oda a labdát Hornyák Bencének. 10-10-nél vezethetnek a házigazdák. Kovácsnak még nincs gólja, most már van! Jön Nagy Ádám, úgyhogy Nagy Ádám veszi magához a büntetés végrehajtó szerepét, tehát nagyon nehéz dolga lesz. De sikerült! Így is van, két gól előnyünk, 18-16-ra vezetünk 30 percnyi játék után. Megy Gyimesi, már pedig ha Gyimesi megy, akkor végigviszi. Gyönyörű gól! Kovács. Kovácsot taszajtani sem lehet. Elindul Hornyák, Kovács, megvan a labda, Gyimesi! Van elfutó ember,
és gyönyörű Adi! Szatmárit is bevették a labdázásba, Hornyák megint védenek, Szatmári, ez már bent van! Hornyák, Kovács, beállósban pedig Bodnár. Nagyszerű gól! Hornyák Bence! Közben eladjuk a labdát, ez a lehető legnagyobb probléma, amit elkövethetünk. Bécsi pedig nagyon rutinos. Négy támadás, vagy négy passz lehet benne. Hogy ment be azon? Nagyobb baj az, hogy megfut Horváth Bendegúz. Megfogta Bobi István! Bodnár, gólt kell dobni, fiúk, Hornyák, ott van! Végig nagyon-nagyon küzdöttek a kálósemjéniek, de le a kalappal a csapat előtt, a mi csapatunk előtt is. Barabás is megdobja a 9. gólját, de ez már csak szépségtapasz, mert visszaszámlálás 5-4-3-2-1, még lehet egy gól a végén Kovács Lacitól, nem, hiszen már nem is visszük végig. 33-31. Egy nagyon kemény, szoros meccsen két góllal győz a csapat. Borzasztóan kemény, küzdelmes meccs volt, kicsit hasonló, mint az őszi. Hát igen, ez mint a múlt heti, még az előtt heti, tehát itt attól, hogy nekik 4 pontjuk van, nekünk most már 18, attól ez a csapat, amit láttuk, ez egy nem rossz erőkből álló társaság, és ez a két bálóra való befutásuk, ez nagyon nehezen tudtuk megoldani, tehát de ugyanannyit adnak érte, mintha az elsőt megvertük volna, tehát ugyanúgy 2 pontot szereztünk, tehát az, hogy kaptunk ennyi gólt, az egy dolog, csak elől kellett volna talán több gólt lőnünk. Abban sokat hibáztunk, talán helyzetkihasználásban voltunk elég gyengék. A hazaiak játékos edzője Bécsi János a találkozó előtt bízott a pontszerzésben, de szerinte az első félidőben kellett volna határozottabban játszaniuk ehhez. Nagyon-nagyon kemény volt ez a mérkőzés, és a szoboszlójakat végig koncentrált, küzdelmes játékra kényszerítették. Van hiányérzet, hogy nem sikerült a végén visszajönni? Persze, tehát nem tudom kívülről, hogy láttam, én belülről másképp érzékeltem, tehát mi úgy éreztem az első félben, hogy nagyon nem vagyunk a top formában, tehát pont itt beszéltem Kokóval is, hogy az első félidőben 4 faltot követtünk el, tehát 4 falta egy félidő alatt, az nagyon kevés, nem lehet mérkőzést nyerni. Teljesen más arcát mutatta most a csapatom, mint az előző mérkőzéseken, ahol egy harcosabb küzdésben jobbak voltunk. És ez azért meg is látszott a mérkőzés egész 60 percébe. Sajnálom, mert én bíztam benne, hogy legalább egy pontot el tudunk hozni. Kovács László csapatunk kapitánya szerint a túl kényelmes játék miatt lett szoros a vége. Most is volt az első fél időben olyan, amikor hátrányba kerültünk, de úgy megvolt végig az 1-2 gól, és amikor már végre öt lett, akkor hátradőltem. Talán nem kellett volna. Úgy érzem, hogy mi is hátradőltünk, de hogyha így egyből a végével kezdjük, akkor addigra úgy gondoltam, hogy összeszedtünk annyi előnyt, hogy nem is kell sietni, de hát úgy látszik, hogy nekünk ez a lassú játék nem fekszik, és abba hibáztunk bele, hogy éppen nem akartuk elsietni a dolgokat. A csapatból több társa is kiemelkedő teljesítmény nyújtott a támadásokban. De ha most neked kellene 3 játékos megnevezni a mai forma alapján, akkor kiviszi a prémet. Kik nyújtották a legjobb védekezésben és támadásban a legjobb teljesítményt? A kapott gólok számát tekintve nem emelnék ki védekezésben senkit, hiszen sem kapus teljesítményben, sem védekezésben nem tudtunk olyat teljesíteni szerintem, ami kiemelkedő lett volna. Támadásban nagyon boldog vagyok, hogy a bal szélen Gyimesi Ádám nagyon jól teljesített, talán egyet vagy maximum 2 hibázhatott, mellette 8-9 gólt lőtt. Tizet, köszönöm szépen, tehát 10. Emellett a Hornyák Bencének nagyon jól mentek a lövései, és lendületes volt az, ahogy azt el is várjuk tőle egyébként, úgyhogy ezt a 2 fiút emelném ki mindenképpen támadásban, és talán plusz 1-ben a Széles Lándi, aki nagyon jól teljesített olyan szempontból, hogy amikor megkapta a lehetőséget középen, akkor tudott vele élni. Gyimesi Ádám teljesítménye előtt az ellenfél edzője is kalapot emelt. A Gyimesi megint élete formáját hozta ellenünk, gratulálok neki innen is. 10 gólt dobott. Így van, hát mondtam, ellenünk mindig jól játszik. Gyimesi és társai most egy hétvégét pihenhetnek, mert a következő fordulót csak március utolsó szombatján játsszák. Akkor a Fehérgyarmat ellen hazai pályán lehet folytatni a pontok gyűjtögetését. Nem lehet olyan túlságosan nagy bajunk. Programajánlónk következik.
Folytatódik a buli a Rock Caféban ma este 19 órától a Best of Omen 30 és a Stage Dives zenekarok várják a szórakozni és kikapcsolódni vágyó vendégeket. Szombaton pedig a B52 mutatkozik be a hajdúszoboszlói rocktanyán. Március 19-én 10 órától a Vojtina Bábszínház olyan cirkuszba invitálja a családokat, amelyben mindenki egyszerre lesz cirkuszművész és a műsort a kényelmes székből élvező néző. A Cirkusz Minimus társulata minden gyerkőcöt beavat az artisták, mutatványosok és bűvészek világába. Most vasárnap 14 órától az Aqua General HS-e MB3-as labdarúgó csapatunk idegenben lép pályára a Török Szent Miklós FC Veteriner csapata ellen. A lelkes szurkolók, akik nem tudnak a csapattal tartani és ott helyben buzdítani őket, azok sem maradnak le a mérkőzésről. Élőben közvetítjük a televízió képernyőjén és a közösségi oldalakon a találkozót. Jó szórakozást kívánunk! Április 3-án választ Magyarország és választ Hajdúszoboszló. Megkerestük a választókerület 6 országgyűlési képviselőjelöltjét, és vasárnapi magazinunkban 17 órától bemutatjuk azokat, akik elfogadták meghívásunkat. Valamivel több mint 2 hét múlva április 3-án választ Magyarország, választ Hajdúszoboszló és természetesen választ Hajdú-Bihar megye 5-ös számú választókerülete. Itt van a kezemben az a lista, amelyen majd szavazni kell, illetve szavazni lehet április 3-án. És hát ezen apropóból mind a 6 képviselőjelöltet a helyi választási irodán keresztül megkerestük, és felajánlottuk nekik, hogy egy bemutatkozó beszélgetés erejéig, egy 18 perces stúdió beszélgetés erejéig mondják el azt, hogy milyen kötődésük van Hajdúszoboszlóhoz, miért szeretnének országgyűlési képviselők lenni, illetve a pártjuk, illetve ő milyen programot képviselne a következő 4 évben Magyarországon. És hát a felkérés után 4 választ kaptunk. Elfogadta a meghívást dr. Tóth Sándor, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltje, Sipos Sándor, a Magyar Munkáspárt képviselőjelöltje, aki az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom támogatásával is indul, illetve Bodó Sándor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség támogatásával és a Keresztény Demokrata Néppárt támogatásával lett ugye képviselőjelölt. Cifra Levente István, a Normális Élet pártja képviselőjelöltje megköszönte a lehetőséget, de azt mondta, hogy ő nem él a stúdióbeszélgetés lehetőségével, és nem kaptunk választ Tóth Ferenctől, a Megoldás Mozgalom képviselőjelöltjétől, illetve Kis Lászlótól, aki a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az LMP Magyarország Zöld Pártja, illetve a Párbeszéd Magyarországért Párt támogatásával indul el az április 3-ai választáson, tehát 3-an befáradtak hozzánk a stúdióba, ezeket a felvételeket pedig március 20-án vasárnap 17 órától mutatjuk a HVTV csatornáján. Maradjanak velünk akkor is, és ismerjék meg a képviselőjelölteket. Hírhozunk ezzel véget ért, de maradjanak velünk, hiszen a reklám után magazin műsorunkkal folytatjuk adásunkat.